Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. A nők életében nagyon fontos szerepet játszanak a nőgyógyászati szűrővizsgálatok, ezekről azonban néha kissé hajlamosak vagyunk megfeledkezni. A témával kapcsolatban mai adásunkban dr. Kubicsek Tamás szülésznőgyógyász szakorvossal beszélgetünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm Önt és a nézőket is. Arra kérem, hogy mielőtt rátérnénk a fő témára, egy kicsit foglaljuk össze, hogy maga a női test, az hogyan tevődik össze nőgyógyászati szempontból. Hát nőgyógyászati szempontból ugye a hölgyeknél nyilván amiről fontos beszélni, hogy különböző korban, különböző korokban, különböző betegségek, elváltozások, különböző állapotok lejöhetnek létre, illetve fenyegetik a hölgyeket. Tehát úgy általánosságban nőgyógyászati vizsgálatok kapcsán teljesen más szempontokat veszünk figyelembe egy tinédzsernél, egy gyermeket váró hölgynél, vagy aki gyermeket tervez, egy menopauza, tehát a vérzészavarokkal orvoshoz forduló, tehát a vérzés elmaradás körüli állapotban lévő hölgynél, illetve hát az idősebb, a szépkorú hölgyeknél. Teljesen más panaszok és teljesen más megelőző szűrővizsgálatok vannak. Ugye általánosságban, ugye, ami a köztudatban is ismert, az a nőgyógyászati méhnyakrák szűrés, ami gyakorlatilag egy széles korcsoportot érint, úgyhogy ez ami a nőgyógyászati szűrés kapcsán a leginkább a betegek, vagy hát az egészséges hölgyek fejébe is bent szokott lenni. Ha már ugye eljutottunk ideig, akkor szűrővizsgálat. Mennyire fontos maga a szűrővizsgálat, és milyen rendszerességgel kellene ezt tenni a nőknek? Hát nem győzzük hangsúlyozni, hogy nagyon fontos. Ugye, hogyha a szűrővizsgálatról beszélünk, akkor az ANTS gyakorlatilag 3 kampány szűrés szervez. Ebből mind a 3 érinti a hölgyeket, a férfiakat igazából csak egy. Nőgyógyászati tekintetben végső soron valamilyen szempontból mind a 3-hoz közünk van. Ugye amihez leginkább az a nőgyógyászati méhnyakrák szűrés, amit igazából 25 és 65 év között ismétlődően negatív eredmények esetén 3 évente javasol a szakma. Nyilván szintén nőgyógyászati vonatkozású, bár nem mi végezzük a szűrést, a mammográfia, ez 45 és 65 év közötti hölgyeknek 2 évente javasolt a részvétel, illetve hát 50 és 70 év között, ez férfiaknál, hölgyeknél egyaránt, a vastagbélrák szűrés kaplán széklet vérminta vizsgálat, ugye ezt is szokták javasolni. Ugye ez is végső soron határterület, bár ugye ezzel a sebészek, proktológusok foglalkoznak, de a végbél, vastagbél elhelyezkedéséből kifolyólag, illetve hát a székletvizelet habitusra rákérdezés kapcsán azért gyakran mi fedezünk föl esetleg olyan kezdeti elváltozásokat, amik később jelentőséggel bírnak. Egy kicsit kanyarodjunk vissza erre, amit mondott, ugye a mammográfiát is említette. Ezt, ha jól tudom, évente, 2 évente szükséges a nők számára, illetve amit említett még, hogy 3 évente méhnyakrák szűrésre menjenek el a hölgyek. Hogyha jól tudom, Önök inkább azt preferálják szakmán belül, hogy akár évente is tartsunk vizsgálatot. Igen, itt egy kicsit külön választanám, hogyha a nőgyógyászati szűrővizsgálat és a méhnyakrák szűrés tekintetében. A méhnyakrák szűrés az direkt célzottan a méhnyakrák kimutatására szolgál. Gyakorlatilag Papa Nikolaou szerint, ő egy görög nőgyógyász volt, egy citológiai pálcikát érintünk oda, sodrunk le sejteket a méhnyak felszínéről, illetve a nyakcsatorna alsó feléből, harmadából, és ezt egy megfelelő módszerrel citológiai elemzésre küldjük. Nyilván először egy tárlemezre kenjük, fixeljük, majd elküldjük a megfelelő akkreditált laboratóriumba. Ugye ezt Magyarországon néhány éve már a védőnők, illetve erre akkreditált, vagy erre megfelelő licenszel bíró szülésznők is végezhetik. Úgyhogy ez egy szűkebb vizsgálat, egy szűkebb diagnosztika, nyilván, mint egy úgymond nőgyógyászati szűrővizsgálat. Hiszen nőgyógyászati szűrővizsgálat kapcsán nőgyógyász szakorvos nem csak a méhnyakra helyez hangsúlyt, illetve nem csak kenet szinten vizsgálja a méhnyakat, hanem egyéb vizsgáló módszerekkel, hanem nyilván a szeméremtest, gáttáig, combhajlat megtekintése, a hüvely nyálkahártya, a méhnyaknak a hüvei részének a kolposzkópos, vaginoszkópos megtekintése kapcsán elváltozásokat keres, illetve bimanuális vizsgálattal áttapintja a méhet környezetét, petefészkeket, a
úgynevezett parametriumokat, tehát a méhet tartó szalagok, a méh környezetét, a végbél, illetve a méh hüvely közti területet is áttapintja. Hogyha lehetősége nyílik, azért most már szerencsére akár a kerületi szakrendelőkbe, akár a magárendelőkbe nőgyógyászati ultrahang rendelkezésre áll, ugye ez a klasszikus vaginális ultrahang fejjel bíró ultrahang, tehát ezzel egy biztosabb diagnosztikai lehetőségünk van, tehát hamarabb az elváltozások nyilván megtalálódnak, és ezáltal, hogyha időbe elcsípünk egy elváltozást, akkor nagyobb esély van a teljes gyógyulásra. Említette az általános vizsgálatokat és a ményakrák szűrő vizsgálatát. Bontsuk ketté ezt a fogalmat. Mikortól ajánlott például a fiatalabb hölgyeknek nőgyógyászhoz elmenni egy sima szűrővizsgálatra, és mikortól ajánlott a ményakrák szűrővizsgálatát elvégezni? Általános szakmai vélemény, hogyha egy serdülőnek nincs panasza, vagy egy kisgyermeknek nincs panasza, akkor a nemi élet megkezdésekor célszerű nőgyógyászati vizsgálaton részt venni. Itt ugye egy kicsit ilyen tyúk-tojás effektus van, hiszen nagyon gyakran azzal keresik föl a rendelőnket, hogy nemi élet megkezdése előtt vagy kapcsán ugye fogamzásgátlási igény lép föl a nyilván tudatosan erre készülő hölgyeknél, édesanyáknál. Nagyon szeretjük, hogyha egyébként a fiatal lányok, főleg, hogyha a fiatalkorúak, 18 évnél fiatalabbak édesanyával jönnek a vizsgálatra, hogyha erre lehetőség van, vagy nővérrel, idősebb barátnővel, hiszen ez nyilván egyfajta biztonságérzetet is ad ebbe a, hát végső soron azért egy kiszolgáltatott helyzetbe, és ugye ettől egy félelmük van, főleg a fiatal lányoknak. És nyilván, hogyha valamiféle gyógyszeres igény megbeszélni való van, amihez esetleg szülői beleegyezés szükséges, akkor jó, hogyha kéznél van a nagykorú hozzátartozó. Tehát azt mondjuk, hogy valahol a nemi élet megkezdése kapcsán célszerű az első nőgyógyászati vizsgálatnak megejtődni. Nyilván szoktuk mondani, hogy nem biztos, hogy szerencsés, hogyha, főleg, hogyha nincs komoly panasz, hogy a doktornő vagy doktor úr keze legyen az első idézőjelbe, tehát most nyilván a helyén értve ezt a mondatot. De hogyha probléma merül föl, vagy megtörtént a nagy dolog idézőjelbe, akkor mindenképpen egy gyógyászati szakvizsgálat javasolt. Ugye fiatal felnőtt korba a legnagyobb veszélyt a gyakori partnerváltások, illetve kapcsán ugye nyilván a HPV infekció lehetősége adja. Ugye a HPV az amellett, hogy méhnyakrákok gyakorlatilag 98%-ában, mint előidéző faktor ott van. Itt mondanám, hogy ennek a primer megelőzése, tehát elsődleges megelőzésére is rendelkezésre álló eszközök vannak, tehát klasszikusan az oltás. Szerencsére úgy tudom, hogy itt kerületünkben is most már a fiatal hetedikes lányok ideálisan még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják az oltást, és kialakul a védettség nagy valószínűséggel a leggyakoribb csoportok által. Ugye itt is azért fejlődik a tudomány, fejlődnek a gyógyszercégek, most már 9 komponensű vakcina is rendelkezésre áll. Ez már a nemi szemölcsök elleni, nem csak a méhnyakrák elleni történetet, és akkor itt mondanám, hogy ugye szemölcsöket is tud okozni ez a vírus, nagyon gyakran az első együttlétekből pekes esetben már szemölcsös elváltozásokkal jönnek, akár 10 éves vagy fiatal 20 éves lányok. Tehát nyilván fiatalkorban leginkább a HPV gyakori partnerváltások, illetve hát a fogamzásgátlás miatt jelentkeznek nőgyógyásznál hölgyek. Egy kicsit visszakanyarodva a HPV elleni védőoltásra, mely csoportokat érinti ez az oltás, és milyen folyamatokat indít el a szervezetben, ami miatt esetleg a méhnyakrák megelőzhető? Hát ez hasonló, mint a többi oltás, ez immunológiailag segíti legyőzni a magát a HPV vírust, hogyha bekerül a szervezetbe. Tehát olyan antitestek képződnek, amik a bekerült vírus gyakorlatilag előlik, megakadályozzák nagy valószínűséggel, hogy betegséget idézzen elő. Ugye minél lehetőség szerint a nemi élet megkezdése előtt, nem véletlen, hogy a protokollba bevett, tehát az oltási sorba bevett támogatott oltás a hetedikes lányoknak szól. Egyébként megjegyezném, hogy szerencsés lenne a fiúkat is oltani, és úgy tudom, hogy ez irányba is van kezdeményezés, hiszen nem csak méhnyakrák tekintetére, szájüregi daganatok, kolorektális, tehát vastagbél, végbél daganatok, gége daganatok, tehát tekintetében is egyre jobban bizonyított, hogy mint okitényező ott van.
Említette ugye a különböző vizsgálati módszereket, a kolposzkópos módszert, a tapintásos módszert, illetve létezik az ultrahang is. Bontsuk ezeket külön szegmensekre egy kicsit, hogy mégis miből és hogyan tevődnek ezek össze, és mit lehet vele észrevenni. Ugye a kolposzkópia az gyakorlatilag a hüvelynek és a méhnyaknak a megtekintését jelenti. Ugye a kolposzkópia az a méhnyaknak a megtekintését, egy ilyen speciális nagyító mikroszkóp, speciális fényt kibocsátó mikroszkóp, illetve hát megfelelő módon a méhnyaknak a színezése, tehát ecsetelése, ami különböző reakciókat indít be, és elszíneződnek, elhalványodnak területek. Nem akarnám itt most a nézőket ezzel untatni, hogy mi az, amiket nézünk speciálisan, de különösen, hogyha látható eltérés van, citológiai eltérés van, és egy műtétre készülünk, akkor célszerű azért egy ilyen vizsgálatot is megcsinálni. Kolposzkópia kapcsán ennyit mondanék. Ugye hát az ultrahang, ami azért nagy segítségünk, szoktuk mondani, hogy a harmadik szemünk, vagy a harmadik kezünk. Úgyhogy nyilván itt tehát beljebb látunk gyakorlatilag a női testbe. Ilyenkor a méh üregébe lévő elváltozásokat, polipoid elváltozásokat keressük, a méhfalba lévő elváltozásokat, itt elsősorban miomákról beszélünk, a petefészek kapcsán jó vagy rossz indulatú daganatokat, cisztákat, folyadékot a hasüregbe, meg hát örömteli esetben végsősorban terhességet, tehát mindig az a legörömtelibb, akkor egy kívánt, tehát egy szándékos terhességet tudunk megállapítani. Igen, tervezett terhességet, így van. Léteznek ugye még gyulladásos megbetegedések is, például klamídia esetében. Hogyan tudják ezt szűrni, vizsgálni? Igen, hát klamídia kapcsán leginkább így gyakorló nőgyógyászként a lombik centrumok igényénél találkozunk. A klamídia típusosan egy tünetszegény elváltozást okoz a hölgyeknél. Ez egy ilyen hármas csoport van, ezek úgynevezett sejten belüli egy ilyen nagyon speciális kórokozók, végső soron baktériumfélék, a klamídia mikoplazma és az ureoplazma, és elég tünetszegény a fertőzés a hölgyeknél, általában csak egy kicsi bővebb váladékozás, méhnyakból egy ilyen izzadmányt látunk a kolposzkópia kapcsán. De nem egy fulminás, tehát nem olyan, mint amikor egy bakteriális vaginózisa van a hölgynek, ami általában egy elég kellemetlen szaggal járó bőve folyása elváltozás, vagy pedig egy viszkető égő érzés, darabos túrós folyást okozó gombás fertőzést. Ezek sokkal tünet gazdagabbak. Klamídia fertőzés és ez a csoport, ez tünetszegényebb, viszont hát ez egy alattomos baktérium végső soron, tehát hogyha ez ottan hosszabb ideig aktívan jelen tud lenni, akkor különböző összenövéseket, és itt nem is annyira a méhnyak tekintetében, hanem egy asszendálva, tehát fölfelé haladva a petevezetők rigiddé elzárta válását, és végső soron akár terbesési nehezítettséget, meddőséget is okozhatnak. Tehát hogyha ilyen van, akkor ugye, akkor, tehát hogyha ez fölmerül, akkor tudjuk szűrni, illetve hát ugye a lombik program kapcsán ezt kéri is általában az intézet. Fontos ilyenkor ugye, hogy az orvosi utasítást betartsuk. Betartsák a hölgyek, amikor mondjuk felírnak egy vény köteles kúpot, kenőcsöt, gyógyszert például. De ugye beszéljünk arról is, hogy ezek visszatérhetnek a különböző gyulladások, fertőzések. Ezek ellen hogyan tehetnek még a nők? Igen, hát nőgyógyászati ténykedésünk jó részét gyakorlatilag, főleg szakrendelő, magárendelő tekintetében a visszatérő hüvei gombás fertőzése, különböző folyások teszik ki. Itt azért nagyon gyakran van egyfajta túlzott elvárás a hölgyek részéről, tehát talán megengedhető ez a mondat, én a pacienseimnek el szoktam mondani, hogy a hüvelyváladéknak nem mindig kell olyannak lenni, mint a felnőtt filmekben. Ezt nyilván mindenki úgy érti, ahogy. Tehát, hogyha ha egy panaszmentes, szaktalan, de fehérebb, bővebb váladék van, ami különösebben nem okoz panaszt, akkor lehet, hogy ennek a hölgynek az a normális hüvely szekrétuma, tehát a hüvely váladéka. És hogyha ezt nagyon próbáljuk szintelennél tenni, és olyanná, amilyennél esetleg a partner vagy a hölgy részéről elvárás van, akkor nagyobb bajt csinálunk, mert kirtjük a normál hüvelyflórát, belekerülünk egy ördögi körbe, és utána hónapokig, évekig kudarc élmény lesz kezelés tekintetében, és végső soron ez életvitel, szexualitása is rányomja a bélyegét. Reméljük akkor, hogy mindenki rendszeresen jár majd szűrővizsgálatokra. Én köszönöm önnek, hogy eljött hozzánk, és megosztotta a témával kapcsolatban a gondolatait. Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten újabb témákkal jelentkezünk itt az Egészség mentén című magazin műsorunkban. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!